Megye szolgálatért díjat kapott Bella Györgyi, a Kapuvári Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. Az elismerést Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke adta át a Kapuvári Hivatalban. Köszöntöm megjelent vendégeinket, képviselőtestület tagjait, hivatali dolgozókat és a intézmények jelenlévő dolgozóit. Még mielőtt a mai ülésünkre térnénk, egy kis ünnepi aktusra kerülne sor. A megyei közgyűlés egy városunkban dolgozó, szociális területen dolgozó kolléganőnket érdemesnek tartott arra, hogy megye szolgálatáért díjat kapjon az elmúlt időszak tevékenységéért. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zoltán elnök urat, és meg is kérném, hogy a díjátadásra legyen szíves álljon föl, és a Zsuzsát pedig, hogy a méltatást mondja el. Bella Györgyi 22 éve dolgozik a Nyitott Kapuvár térségi szociális szolgáltató központnál, eleinte mint családgondozó, 2016 évtől mint a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. Munkáját mindvégig az alaposság, határozottság, kellő szociális érzékenység, önzetlenség jellemezte. Munkatársai körében népszerű a hozzáállása, segítőkészsége, a segítségkérők fele fordulása. Az elmúlt évek alatt igyekezett mindig jó példát mutatni a kollégáinak, biztatása sokszor átsegítette az általa vezetett csapatot a nehézségeken. Munkájával, hozzáállásával, lendületével, tenni akarásával méltón képviseli mindazokat az értékeket, amelyek a kapuvári intézményhez kapcsolódnak. Nagy szerepet játszott abban, hogy olyan szolgáltatások, lehetőségek, programok valósultak meg az elmúlt években a városban, járásban, amelyek nagyban hozzájárultak a térségben élők szociális jólétéhez, életminőségük javulásához. Gratulálunk!